kis ízelítő a legutóbbi csillagfutás hangulatából. A különleges, éjszakában nyúló jótékonysági futást és gyaloglást idén 5. alkalommal szervezi meg az egyik nyíregyházi civil egyesület. A rendezvényt a korábbi években ősszel tartották, idén azonban egy tavaszi napot, április 20-át választották a szervezők. De más újdonságra is számíthatnak a résztvevők. Örülünk annak, hogy a családi jellege megmaradt, tehát mindenki, nagyon sok család vesz részt az eseményen, és hozzá kell tennem, hogy megjelentek a teljesítményfutók is, akik ezeket a távokat bizony sportértékkel bíró teljesítménnyel futják le. Így minden a skála minden szegmense megtalálható, a komótos ütemben gyaloglóktól kezdve az iramot futók is, de azon, hogy mindenki a közös célért teljesíti a távot, és ezt a szemekben, illetve az ottani hangulatban érzékelhető, hogy ez van mégiscsak a fókuszban. Az első rajt este 7 órakor lesz. A mese futam során egy kört, azaz másfél kilométer kell teljesíteniük az indulóknak. A háromkörös futam a Fuss el Véle nevet kapta és 19:30-kor indul, majd 20 óra 30 perckor a hatkörös erőltetett menet. De nem csak a sportolás örömét élvezhetik ezen a napon a résztvevők, számos színpadi produkcióval, valamint sportági bemutatókkal is készülnek a szervezők. Nem véletlen, hogy a csillagfutás immár a nyíregyházi sportnaptárnak is szerves része. Ez az esemény ez tudatosságra is nevel. Olyan tudatosságra, amely az életünkkel, az egészségünkkel van összefüggésben, és ilyenkor azt hiszem, hogy egy városnak, egy városvezetésnek csak az a feladata, hogy megteremtse a lehetőséget. És az, hogy a lehetőséget ki, hogyan használja ki, az már nyilván egyéni emberi döntés, de az ebben az esetben sem lehet azt mondani, hogy Nyíregyháza városra sem anyagi, sem pedig infrastruktúrális segítséget nem nyújtott, mivel elkötelezettek vagyunk amellett, hogy minél kevesebb beteg magyar ember legyen, nem csak a városban, hanem a vármegyében is. Ahogy a korábbi években, idén is a Józsa András Takkórház onkológiai osztálya kapja a 2000 forintos nevezési díjból származó bevételt. A cél, hogy ezzel is felhívják a figyelmet a daganatos megbetegedések megelőzésére. Legfontosabb a szűrés, a szűrés, a szűrés. Nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, és minden fórumot megragadunk arra, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét, a még egészségesnek mondott lakosság figyelmét, vegyenek részt mindenfajta szűrésen, menjenek el, ha megkapják a behívót, konzultáljanak a házi orvosukkal, kérjenek beutalót, hogyha beutaló szükséges a különböző vizsgálatokra. Ha panaszaik vannak, természetesen minden körülmények között a legsürgősebben forduljanak a házi orvosukhoz. A csillagfutás bevételéből olyan eszközöket vásárolnak, amelyek a betegek kényelmét is szolgálják. Legutóbb a prevenciós célt szolgáló anyajegyvizsgáló készüléket szerezte be a kórház.